A régészeti leletek és a történeti források tanúsága szerint a szkíta népcsoportok a Krisztus előtti 7. század folyamán telepedtek le az Alföldön, s az itt élt lakossággal együtt új kultúrát alakítottak ki. Hozzájuk köthető a fazekas korunk megjelenése és a bronzművesség elterjedése, valamint a vas nagyobb arányú használata. Az akkori kovácsmesterek a lószerszámok egyes darabjait és fegyvereket is készítettek az új fémből. A szkítákról szinte mindent megtudhatnak az érdeklődők a Józsa András Múzeumban. Elég sok mindent tudunk róluk, nem csak a tárgyi hagyatékukról, hogy a régészeti kutatás általában a tárgyi emlékekkel foglalkozik, viszont ez az az időszak, amikor már vannak írásos források is, ugye a bizánci források is megemlékeznek róluk, ezek egyébként Hérodotosra mennek vissza, ugye aki a Krisztus előtti 5. században élt, és akkor őt elég sok mindent tudunk, tehát a gazdálkodásukról is, vagy illetve hát, ami, nekünk itt konkrét, ugye ezek tárgyi, tárgyi emlékek, ugye a temetkezések, illetve a település ásatásoknak a leletei. Hát amit fontos lenne elmondani, hogy a vaskor, ugye ez velük ezekkel a preszkítákkal és szkítákkal kezdődik el, tehát ez a tulajdonképpen korai és középső vaskort jelli. A Nyíregyházi Múzeum minden hónapban új vagy éppen régi műtárgyakat állít ki aulájában, most szkíta fegyvereket láthatnak a látogatók. Ezek tiszta kerültek elő, ezek e, igazából régebben kerültek, de sajnos az előkerülési körülményekről nem tudunk semmit, mert a letárkönyvi tanúság szerint e, csak annyi van, hogy szkíta leletek, ez ugye látszik is a régi számmal elég egyértelmű, de nem tudunk az előkerülésükről igazából semmit, ez két lányzsohegy és egy jelegzetes a harcifokos, ezek szintén vasból készült fegyverek. A kiállított fegyverek vélhetően egy szíta temető sírleletei lehettek.